egyet, kettőt hajítasz, a következőnél a belső talpére fordulsz, hármat, négyet. Közös bemelegítéssel kezdődik minden egyes edzés a karatésoknál. Furkó Kálmán szerint a gimnasztika nagyon fontos, hiszen ez akadályozza meg, hogy a tréningeken és a versenyeken meghúzódjanak a tanulók izmai. Ezt követően kezdődhet csak el a különböző mozdulatsorok gyakorlása, melyeket vidéken is bemutat. Ez egy évig kitart, tehát most nem csak nekem, hogy jövök, hanem azoknak, akiket tanítok, hogy mire kell figyelni. Nem rosszak ezek, szépen dolgoznak. Ez egy karate edzés. Ebben nem tudunk mostan azt mondani, hogy egy világbajnoki győzelmet fog most csinálni. Fegyelmezetten keményen, akkor ennek lesz verseny eredménye, amivel kipróbáljuk saját magát. A jelenlévők közül többen vettek már részt korábban is Furkó Kálmán edzésein, amelyeket nagyon hasznosnak találnak. Tóth András barna öves úgy fogalmazott, a nyolc danos mester jelenléte egy megtiszteltetés, hiszen a hazai Kyokushin karate megalapítójától a tevékenység kezdeti forrását sajátíthatják el. Hatalmas tapasztalatot ad nekünk át ezekkel az edzésekkel, nagy technikai tudást ismerünk meg általa. Bővíti technikai tudásunkat. A mestert először a 70-es évek elején kérték fel, hogy tartson Keszthelyen is edzést. Azóta minden évben egyszer-kétszer ellátogat a helyi klubhoz, hogy a hiányosságokat kijavítsa tanácsaival. A Sián igaz, hogy már nem úgy mozog, mint rég, de elméleti tudása a Siánnak hatalmas, tehát bármilyen kérdést fölteszünk neki, ő meg tudja válaszolni. Ugye Japánból első kézbe kapja az információkat, és ezáltal nagyon nagy szükség van a Sihánra. A Keszthelyi Klub hetente kétszer tart edzést, melyek mellett Furkó Kálmán szerint az otthoni gyakorlás is elengedhetetlen.